Hello mindenkinek, Reject vagyok, és most folytassuk a Gothic 2-n átható éven végigjátszását. Csak előtte még kinyírom ezt a pár darab mocsári cápát. Yeah. Na, egy. Ez az XP miatt mégiscsak jó őket kinyírni. Hóri bizli. Na, mindegy. Fuck yeah! Ja, ezeknél semmi nincs. Ja, de az az egy mocsári cápa fontos, aminél a Lou-nak van a kulcsa. Az is csak a kulcs miatt fontos, szóval ennyi. Na, három darab ügyeség elixírem van. Zsír. Na. Ciao. Ki vagy? Sanko. Another new boy. Here for the gold too, aren't you? Gold? Quit trying to kid me. All the new boys who come here want into the mine. But don't think it's that easy. What the fuck? How do I get to the camp? Just follow the boardwalk. But if you want to get into the mine, you'll have to get past Frank. He expects all the new boys to slave away out here for a while first. Tell me more about the mine. I'll give you some good advice. If you want to get in there, get in good with Franco. He's the boss out here. He decides who is the next to go in. But he'll only let you in if you don't go break out here. So go to him and let him give you a job. Zsír. Jó hangzik. Where do I find this Franco? He mostly hangs out in the court in front of the camp. Get in good with him or you'll wind up with a crappy job like me. Do you have to hang around here all the time? I'm supposed to check out all the new boys to make sure that none of them are spies. But you can forget it. I mean, we're at the end of the world here, in the middle of a swamp. No one can find us. No one will find us. And why should someone go to the trouble of sending us a spy? Végülis ez igaz, de akkor is. What's new? Nah, there's nothing new right now. Ah, semmi. Te ki vagy? Na, csak egy szimpla zsivány. Nézzük, kik vannak erre. Jó, ugye a levél, amit találtunk annál a halásznál. Na, annak a csákonak a levele. Ugye azt mondta neki az egyik ember, hogy kövesse a rönkutat és kijut a mocsárból. Ez szép és jó, kijutott a mocsárból, csak megölték a varánok. Szóval ez kicsit szívás. Franco! Fuck yeah! Te vagy az. Yep. Köszönöm, hogy mentek egyet. Hát ha nekem jön, vagy nem tudom. Már nagyon rég beszéltem vele, és már marha rég volt. What are you doing here? Do you want to get into the camp? Yes, I'm... I don't care who you are. I'm Franco. I'm the leader here. So, if you do a good job out here, I'll take you into the camp. Ramon. The gatekeeper will tell you if they need new people. Ja, akkor Ramon. Ki vagy? Zsivány, zsivány. Hát, semmi névleges. Hey, what do you want, huh? I can't imagine you have a permit for the camp. Franco sent me. He wants to know if anyone is needed in the camp. Yeah, we need someone. Another one of the guys kicked the bucket yesterday. Itt tök lazán, Esteban. Who is Esteban? The leader of the lower camp, he decides who gets into the mine. So tell Franco that Taurus wants a new man. Got it? Roger that. Yeah, Taurus. Taurus? The Taurus? Yes, the Taurus. The man who calls for new people. The man who decides if and when a new guy gets out of the swamp and into the camp. You are trying to tell me that you know him from earlier? Well, yes. Listen, everyone knows Taurus. Nevertheless, you are getting him, and I won't give him a message. Yo. Haha. I'm the new man. Hey, don't try to fool me. He's still Franco inside. Ah, mindegy. Akkor nézzük, hogy Franco-val mit tudunk beszélgetni. Na, Franco. Hey, you.
Thoris needs a new man. Good. I'll take care of it. Wait a minute. What about me? You haven't done anything yet. I've done a lot. Only you don't know about it. Okay. You want a chance. You'll get your chance. Move your butt to Logan. The swamp sharks have help him finish off the beasts, and you're as good as in the camp. Jó. Ja, tudom, hogy hol van szó, ezt elnyomom. Ó, mennyi cucc. Gyógynövények. Egyébként, Logan. Hát te ki vagy? Ja igen, tényleg, ez a csák, ez nagyon komoly. Miguel. What are you doing here? Are you looking for something? Plants. I'm looking for plants. Most of the stuff that grows here can be used for something. Many plants have healing properties, and you can smoke swamp weed reefers. Before my time behind the barrier, I worked as an alchemist. Ahhoz képest nem emlékszek a nevedre. Why did they put you behind the barrier? I worked with mind-altering potions. A lot. One evening, my master Ignaz drank my experiment Ignaz? Instead of his wine. That rendered him temporarily, unpredictable. And since then, he's been somewhat confused. The mages had me thrown behind the barrier for that. Research into forbidden knowledge, they call it. Heh, kidai. What can you tell me about the camp? Not much. I've never been in there myself. Only Raven's people were there from the beginning. All the others who came later, like me, have to wait until they need new people. Érdekes. When do they need new people? Well, when they're missing some in there. If a digger gets himself eaten by a mine crawler, they let one of us replace him. Sometimes they also kill each other. But they've been better about that lately. Raven has controlled the access to the mine somehow, so that not everyone can get in at the same time. But I don't know exactly how that works. I've never been inside. Where is it going from? Well, the same way as you, I suppose. With the pirates, over the sea. Hát, nem egészen. Completely cut off. There's no connection over land. Right. Yep. Can you teach me something? No time. I am here to get gold. And as long as I can't get into the camp, I make a living by selling my herbs. But if you need a few potions, I still have some. Oh, ez jó hangzik viszont. Let's... Életpotionom az van bővem. Mana potionom is. Aranyrög. Ákulcs. Nem. Semmi nem kell most. Na, menjünk Loganhez. Ő itt van ebbe a kis csodálatos táborba. Amúgy itt a mocsárátában tele van szörnyekkel. Ez szinte az egyetlen út, ahol nem találkozunk szörnye. Ő igaz. Mi ritka öröm. Na, még Logant egyelőre kihagyom. Itt egy csákó. Ha, te meg ki vagy? Tom? Why are you sitting around here? I've got problems. At the moment, it's better for my health if I'm not seen in the camp. What's wrong? I had really good relations with some of the pirates, you see. I was always meeting the boys outside their camp and trading. Man, I bought stuff for half the camp. Tom, bring me this. Tom, bring me that. And then that bastard Esteban got in between. Hát, szívás. What happened? Esteban sent Juan, one of his boys. The bastard waylaid us. I was just about to make a deal with the pirates when he came out of the dark and knocked me down with two blows. Bang, that guy is fast, but not fast enough. I was able to get away from him. And since the ambush, you've been hiding here. First, I went back to the camp and let Fisk, Kuno, and the others know that they could forget their delivery. And that Esteban was behind it. If Esteban finds out that I told the others that he was responsible, I'm dead. That's why I can't go back to the camp. Uh-huh. What else? Well, I'll just sit here counting... Jó van, az jó dolog. Na nézzük. Ja, esetleg ezt a ládát ki tudom nyitni, anélkül, hogy nekem esne valaki. Úgy tűnik, azért 45 arany mégiscsak kell. Yeah, 3000 arany. Fuck yeah. Még egy halom fölösleges fegyverem is van.
Na, akkor nézzük Logant. Igazából az a rossz ilyenkor, hogy ugye jobb páncért nem tudunk fölvenni, csak ez a 35-ös védelmű. Hát nem éppen a best páncél van. Look, nekünk. New face. Are you just gonna stand around here, or have you come to help? Franco sent me. He says you could use some help. So, what's up? The swamp sharks are coming a little too close for me. High time to finish off with... Okay. Let's attack the swamp shark. You figured out how to get ahead here. I'm pleased. Psst. Hey, you hear that? Oh yeah, I hear them. They're coming. They've got an appetite for a bite of human. Fuck. Ezek eléggé gyenguszok, mit ne mondjak. Gyengébbek az átlagnál. Wow! Leave me alone. Hm, te tudsz valamit? Nothing there. Nothing to be had there. The only good swamp shark is a dead swamp shark. That'll be a warning to their brothers. All right. Is there anything else to do? Otherwise, I'll take off. Do that. If you want to learn anything else, you know where to find. Miért el tudok valamit tanulni? Ó, ragadozó fű. Hoho. Mik vannak még itt? Hát igazából szerintem ennyi. Ugyebár onnan jöttem a legelején, csak én arra átverekedtem magam. De mindegy, kis mana visszatöltés nem árt. Jep, ennyi elég is szerintem. Na, ó, az életerőmet sem ártana visszanyomnom. Na, Logan, tényleg ez mit tud nekem tanítani? Most így nem vagyok tisztában egészen a dolgokkal. I'll come back later. Hammy? What Franco will let you rot here if you want to get into the... But the... Jó van. What's in the camp? The question is what isn't in the camp. There are no swamp sharks, no swamp holes, no swamp at all. Instead, they have booze and gold. As far as I know, they even have a woman. Got it? Ah, Lucia van benne, igen. Show me how... If you want to learn something about blood flies, go to Ed Gore. He knows all about it. And if you want to gut swamp sharks or lizards, you have to know how to remove skins. Jó. I'll come back later. Milyen is ilyenkor felirat? Ah, mindegy. Franco. Most jelentetek szépen Frankónak, hogy sikerült lerendeznem egy halom mocsári cápát. Hú, Isten vagyok. Tényleg olyan hasznát tudnám venni én ennek. Nem mindegy. Még egy küldetést megcsinálok Frankónak, aztán meglátjuk mi lesz. Miguel, az Edgar az vajon kicsoda? Na mindegy, majd összefutok vele. Két ami mások lenne belőle. Biztos van még azok közül, vagy passz, nem tudom. I helped Logan. Okay, so you fought the swamp sharks. You're useful. At least more so than most of the guys. So can I go to the camp now? Listen, there's another thing I need. A few days ago, I sent Edgar into the swamp. Yep, so what he was supposed to get me an old stone tablet, but he hasn't been. See what he's doing, and bring me that damn stone tablet. Oh. What about gold? What? Do I get anything for my work here in the swamp? You want gold? Sure. How much do you want? 50 gold nuggets. 100. I'll give you as much gold as you can. Who do you think you are? You're trying to make a fool out of me. Now push off and do something. Otherwise, you won't get so much as one crumb of gold. No one. So, where do I find this Edgar? Do you want the easy way or the fast way? Your shop. I'll take the fast way. Okay. From here, go diagonally left past the boardwalk, into the swamp. There are ruins everywhere. He's sitting around somewhere that, I assume, he was smart enough to build himself a fire. You should be able to find that. Jó. Jep, gondolom erre gondolt itt. Nem, ezek csak ilyen névtelenek.
Ez mi az a kis felirat itt? Fontos figyelmeztetés, biztos. Majd elolvasom, miután kisikereltem itt a ládákat. Jó van, nyilak, tüskék, minden mennyiségbe. Ebben mi van? Ó, 10 laborüveg. Meg 5 földi gyapár. Hopp! Akkor nézzük, mi volt az a figyelmeztetés. Fontos figyelmeztetés. Egy emberek a ládában lévő cuccok vész esetére szolgálnak. Most nagy vész volt, úgyhogy van okom. Na mindegy, és ez mindenki, úgyhogy csak azt vedd el, amire szükséged van. És csak annyit vegye magad az, amennyire szükséged van. Ha mindenki tartja magát ez, akkor működik Fletcher. Ja igen, azt majd így idővel messzítjük, hogy a Franco előtt a Fletcher volt itt a külső tábornak a vezetője. És azt kinyírt a Franco a haverjaival. És igazából ennyi. Rövidre fogva a történet. Ott van egy goblin, nem? Itt van Edgar. Fuck yeah. Ciao. Edgar. Ez egy szimpla zsivány. Majd arra kell mennünk. Edgar. Na. How's it going? You wanna know how it's going? I'll tell you how it's going. First some pirates brought me here on a stormy night, and I barked all over that nutshell. Then Ravenlock took my mind because some idiots are too greedy for gold. Then Franco became the leader of the hunters, killing anybody who's against him. I'd say it's going pretty badly. Hát ez tényleg elég érdekes. How did Franco get to be the leader? Quite simply, he killed Fletcher. Yep. He was the leader of the hunters before. Fletcher was okay. Franco's just jerking us all around. Jó teszi. Hát ugye ki tudta magának küzdeni azt, hogy ő legyen a ennek a vadászcsapatnak a vezetője, akkor már ha csinálja azt, amit akar. Hogyha az ember így gondolkodik, akkor végül is igaza van. Franco sent me here about that stone tablet. Have you found it? Man, I haven't even looked for it. All I know is it's supposed to be in this old building deep in the swamp. Yeah. And my inner voice tells me, Edgar, stay far away from old buildings deep in the swamp. I certainly won't risk my ass for that bum Franco. Hát biztos. Where exactly is this old building? Just go left past the big rock here. After a while you'll come to another big rock. You have to go left or right past that one. I don't know anymore. But the ruins are supposed to be on some sort of rise. All but hidden among plants. Maybe you'll get lucky and you won't find it. Köszi. Igazából ez a csak ugye a vérlegyeknek a kisikerlését tudja nekünk megtanítani. Hát igazából ennyi hasznom a játékban, hogy még ezt a küldetést adja nekünk. Könnyű sebeggyógyítás. Nem, ez annyira nem hasznos. Inkább fölnyomom csontra a manámat, ugyanis itt nagy harcok lesznek. Na mondjuk így ide mentek egyet. Hát nincs túl világos. Lehet fel kéne nyomnom a gammát. Nem. Vérlégy. Nézd, ezeket nem egészen a jégdával kéne kinyírni. Erre valahogy most így hirtelen nem számítottam. Fuck yeah! Földi gyapár, minden ami jó. Na, akkor nézzünk is át a mágusokhoz, ismét. Ciao. Hát szerintem semmi újdonságuk nincs számomra, szóval... inkább visszamegyek a mocsárba. De 150 XP-r csak megéri. Mocsári patkány... mik vannak még itt? Az az épület nekem ott valamiért nagyon nem tetszik. Vagy hova is kéne mennem itt tulajdonképpen? Hát igazából Greg általában az ilyen építményeknél szokta elásni a kincsét. Szóval valószínűleg egyenesen előre. Hemi? Ezek goblin hangok voltak. Várj csak ott, mintha látnék valamit. Yep, ott egy építmény.
Wow! Áó! Ó, itt viszont van egy létre. Ez a hátborzongató hang. Esetleg ezen a létrán fölmászok én most. Ha már egyszer megtehetem. Amúgy az egész Gothic 2 Night of the Raven-be ez, meg még egy létre az egyetlen, amit tudunk mászni, szóval... ez kicsit érdekes, hogy csak ennyi létrát csináltak nekünk. Na. Mászod már. Fuff. Kicsit érdekesen van ez megcsinálva. Nézzük, mik vannak ide fenn. Minden bizony egy nagy piros X, igen, azt már látom is. Jó van, gyógynövények. Azok itt mik? Itt a édalt elpusztítása. Hoho. Nyers acél, buzogány. Nem. Bal, nem. Jobb, jobb. Jobb, jobb, bal, bal, nem. Jobb, jobb, bal, jobb, jobb, bal. Jep. 87 arany. Na, vissza ide. Kérdezem, hogy ilyen félelmetes feelingje van ennek a mocsárnak. Na jó, szerintem valami... jégtöm, fényseveg... Miért nincs benne nekem most a... fény? Valamiért kivettem. Jó, már megvan ez runába, szóval... Vagy ha már pont ezt a runa helyet be kéne raknom. Ugyanis ezt olcsóbban megúszom. Hol van ez? Nem hiszem, hogy a súlyos sebek gyógyítását kéne pont beraknom. Mondjuk közepes sebek. Jó. Na mindegy, fény. Szent fény meg vagy. Ez igazából lovagvarázslat, de simán használom. Oh, tűzgyökér. Na mindegy, előtte még kiásom Greg kincsét ismét. Hú! Gyűrű. Régi kőtábla. Oho. Na most valahogy le kéne mennem. És szerintem itt már több értelmes dolog nem lesz. Na. Mondjuk a lefele út mindig a legnehezebb szerintem így létrákon. Fölfelével semmi baj nincs. Na jó, szerintem ebből az lesz, hogy felnyomom a gamma értéket, mert ez így nem állapot, hogy ennyire keveset látok. Hol is lehet videónál? Ja, fényerősség. Ja, gamma. Mondjuk így ennyire. Hát most már látok is valamit, meg azt is, hogy mindjárt szépen leesek innen. Na, ígyni. Most már nem annyira horrorisztikus, most már látom is azt, hogy mi történik körülöttem. Na. Nézzük, mik vannak errefele. Mocsári dongók, minden mennyiségbe. Ugye még háromszor tudom használni minden bizonnyal a jégdárdát. What the? Oh, fuck. Hagyj békén! Hagyj békén! Még meddig jössz utánam? Hagyj békén! Most komolyan! Na jó van! Nem tudom, hogy mekkorát sebez rám ez a dög. Fúj! Ez leokádott! Na ezt a kis füstfelhez mondtam. Mindenképpen hátrajátok, mikor leütitek, mert akkor talán nem sebez akkorát. Hú, na, akkor egy kis mana újratöltés nem árt. Meg életerő visszatöltés sem. Na, akkor tovább. Egy kicsit szívás volt, mit ne mondjak. Jaj, mocsári patkány. Nem vagyok rád kíváncsi. Ez most utánam jön? Igen? Vagy nem?
Azt hittem közelebb vagy. Jó, most a húsod engem nem érdekel. Jó, még több mocsári dongó, fákje. Ah, ez az. Pont amikor abba hagyom itt a dolgot, akkor ez is megtámadni engem. Na jó, szerintem én nem erre akarok jönni, vagy erre. Pont, hogy arra kéne. Itt mi van? Ó, hát Greg! És három. Mézes dohány. Még egy rékőtábla, és egy amulett. Milyen amulett ez? Papok amulettje talán? Harcosok amulettje. Na, mindenféle amulett van, szóval tényleg nem tudom, hogy mi... Mikor, melyiket szedtem én össze. Ó, itt van egy láda is. Nagy nehezen észreveszem. Hát az a 116 tüske talán annak van egy kis értéke. Kicsit olyan érdekes árnyalata van ennek a növénynek. Hirtelen azt hittem egy mocsári golem. Akkor hát kicsit megijedtem volna, hogy őszinte legyek. Shut up! What the fuck? Bakker! Na jó, ez nem biztos, hogy ekkorákat sebeznek rám. Leave me alone! I'm not here! Az nyugi, ka, nyugi! Oh fuck, ott még egy mocsári patkány. De imádom ezeket. Na. Akkor egy kis mana. Meg életerő. Mert nem árt egyiket se fölnyomni. Na. Esetleg... Most már sikerül magamat átverekednem ezeken. Hagyj békén! Semmit nem látok, csak lődözök ezerrel. Szóval ez ilyenkor nagyon biztató tud lenni. Na. Á, itt is vagyok. Haha. Még több varám. Yeah. Már megérte ideig eljönni. Paf. Oh, basszus. Természetesen rosszra nyomtam ezt rá. Jó, van, szépen beragadok ide mindjárt. Miért nem üt? Nem jössz ide. Épp a haveredat írtam, nyugi. Nem téged. Végre! Végre! Sikerült kinyírom ezt a rohadt dögöt. Na, mana újratöltés. Ez ilyenkor nem vicces, hogy az ember ilyen harcba bonyolódik, mint amit most én csináltam. Ott maradsz. Nyugszik. Mintha olyan érzésem lenne, hogy itt is lesz Gregnek egy kincse. Jep, de nagyon jól éreztem. Itt. Oh, fuck. Hagyj békén, hagyj békén. Hú, ez jó volt. Pont jókor jött innen ki a fal mögül. Bár annak több értelme lett volna, hogyha ide erre mondjuk ráállok. Greg, nem hagytál cserben. Királyság. És kettő, és három. Na. Ital. Ez mi? Goblin idézés, gondolom. Itt lenn, mintha úgy emlékeztem volna, hogy van valami értelmes dolog.
mondjuk annak a fának ott a gyökerénél, vagy valami olyasmi. Gyökér, gyógynövény. Hát ezek meg. Na mindegy. Valamerre erre elvileg kéne lennie valami értelmes dolognak. Ugye csak rosszul hallom. Oh fuck, nem hallottam rosszul. Anne már! Ugye nem? Most ezt a rossz mocsáj dongot is eltaláltam. Segítség! Ha! Még már azért volt egy kis manám. Hú! Na, jó van, de ez a kaland, ez nem kellett volna nekem most. Én úgy emlékeztem, erre van az a dolog. Mert annak nagy hasznát venni. Na, de mindegy. Maradjunk az eredeti küldetésnél. Kíváncsi ezek, hogy ezt az épületet mik árasztották el. Mert mindegyik épületben valamilyen fajta szörny van. Vagy legalábbis. Tán a rák. Zombi, vagy pedig kőőr? Talán azt hiszem valamelyikben kőőr is volt. Na. Yep, ez pont, hogy a kőőrös. Fuck yeah! Én azt a rohadt életbe. Hagy békén! El kell csalogatni, mert a többi is felélet, hogyha az egyiket elkezdjük küfölni előttük. Na, meg is lennék ezzel. És a király befagyott a játék. Hát én meg milyen kulcs volt? Ez érdekes. Hossz. Semmit nem csináltam. Ne nézzetek rá, milyen gyanakúan. Te jó fej vagy, ugye? Igen, ő jó fej. Nézzük, mik vannak itt. De inkább előtte mentek egyet. Ki tudja, mikor fognak nekem esni. Ital, ital. Érdekes, máshogy fénylenek. Itt sincs semmi. Úgy tűnik, nem. Az útira majd akkor élednek föl, mikor a ládát kinyitom. Fekete gyöngy. Ott is van egy halom. Potion. Ital, ital. Inkább csak osonok így szépen okosan. Na, akkor nézzük, hogy mi fog történni. Egyik se járt fel. Gyerünk, menni fog. Ott egy leather satchel bőrtasak. Te nem haragszol rám, ugye? Jól van. Jó fejek vagytok. Én itt sem vagyok. Na, így meg is volnánk. És élve kijutottam. Fuck yeah! Vérlégy. Tehát nem véletlen jött nekem az a dög, ugyanis nála volt a kulcs. Még kénytelen volt nekem jönni. Ez mit csinál? Ó, bakker! Ó, basszus! Na jó. Többen nem tudnátok jönni esetleg? Na, viszont a fullánkjaitok kellenek. Majd jól jönnek idővel. Egy kis mana üretöltés. Jep. Úgy tűnik semmi elixír nem volt azok között, amiket felvettem.
És hogy szedtem. Gyere kicsit közelebb. Nem tudom, hogy ott milyen goblin van, lehet, hogy egy harcos mondjuk. Erre nem egészen egy ilyet kellett volna pazarolni. Mindegy. Most már fölösleges ezen agyalni. Börtösak, ital. Ugye a haverja meg nekem esnek minden a túloldalról. Amúgy erre fel ajánlékszem, van valami mocsári dög is. A dög alatt golemet értek. Mennyi rohadt vérlégy van itt. De végül is jól jönnek. XP plusz full lang. What the fuck? Ez hol volt? Yeah. Na. Tovább. Fuck yeah. Nothing to be had there. Sehol semmi, és senki. Ez érdekes. Ilyen kevés szörnyet sem láttam még egyszerre. Állít itt Jarkandarba. Pa. És most hagyjatok békén. Ugyanis most újra kell töltenem a manám. Ó, bakker, ezt hogy tudtam elvéteni? Hagyj békén. Nem, valószínűleg már béké hagyott. Bocs, így semmi értelmes. Bár az előbb itt jártam szerintem. Na, de mindegy, van a reload. Na, most már tudom durva háromszor használni. Ezzel már csak boldogulni fogok itt. Ahogy én sem tudom pontosan, miért erre jövök. Na, így biztonságosabb volt. Nem vagy gyógyakért. Na most arra én nem nézek el. Na, inkább fordítót csinálom, mert így nem tudom feleslegesen pazarolni a manát. Vagy mondjuk kettő darab jégdárdát használok el, az kicsit szívás. A monámra nézve. What the fuck? Na jó, 300 XP, így tök lazán bejött. Na nézzük, mik vannak itt. Földi gyopár, ami a betonból nőtt ki. Azért az respekt. Hát ez meg... Milyen rúnak ő? Igen, ez tűznyi volt, ha jól láttam. Mennyi fölösleges dolog tud itt lenni? Oh, mocsári cápák. De nagyon imádom én ezeket. Már rájöttem, nekem ezek a kedvenceim. Viszont akkor itt lesz az, amit én kerestem. Mocsári cápa fog. És mocsári cápa bőr. Ezek jól jönnek. Na, akkor már csak valahogy innen el kéne mennem. Csak mert nem egészséges itt tartózkodni. Wow! Gyere, cic! Ezért 240 XP-t kaptam. Az előbbiekért csak 200-at, amiket Logannal intéztünk el. Na nézzük. Igazából... Miért van itt ennyi rohadt mocsári cápa? Mindenikám nem erre jövök. A biztonságosabb úton megyek vissza. Engem már nem érdekelnek. Most nem fogok még megküzdeni mindegyikkel egyenként. Mocsári dongó. Ciao. Placs. Csak úgy locsant a feje. Na. Ez az... Ez már annyira nem. Mocsári pockány. Na, így kell ezt csinálni. Miért nem egy mindig ilyen könnyen? Bár szerintem nem jó vagyok az első, aki ezt a kérdést fölrakja.
Na, hol vagy? Még mindig nagyon goblin hangok vannak erre. Ó! Oh. Persze, azt találom el, amit nem akarok. Hát ez a tényleg nem hiszem el. Na! Csak elfogyott a manám így is. Mégis most 50 man, az nem a világ vége. Itt csak kettő van? Ott nem egy mosári dongó van? De. Szépen ott repked egy helybe. Na. Hú, még mik vannak itt? Ja, még több vérvégy, ha jól emlékszem. Ja, igen. Itt így szépen beleszpanoltak a földbe, szóval nem voltak olyan nehéz ellenfelek. Viszont azok a goblinok általában szoktak valamit őrizni is. Szóval azért még oda benézek. Csak az nem, hogyha egyszerre jönnek nekem. Na. Jó! Hát ezt hogy csináltad? Egy kis goblin hogy tudna akarát ugrani? Na. Esné le! És tényleg leesett. Mit keres ott is egy fekete goblin? Ezek egész idáig így el voltak bújva, vagy mi? Na. Menj ki onnan. És a most. Na jó, ebből puszta kezes arc lesz, vagyis egy hát karddal. De legalább találnám el őket. Na, így mi. Hát mit őriztetek? Viharbunkós volt. Meg egy ital. Ez egy elixír volt, ha jól láttam. Viszont erre volt még egy goblin. Jó, most ez nem olyan nagy cucc. Milyen kicsi ez a lobakodó bőr? Mocsári cápa bőr. Tánorák páncél. Mik vannak itt elrejtve, bakker? Ezekre mind nem is tudtam eddig, hogy itt vannak. Ez annyi csak mocsári cápa bőr volt. Oh, aranyrög. Ha. Aranyrög mindenek felett. Na, most már tényleg visszamegyek a... Frankohoz. És a következő részben adom le neki a küldetést. Yep. Ez most komoly. Meg is feledkeztem arról, hogy ez hova teleportál engem. Mindenesetre megvan a kettő darab zöld tábla, szóval yeah, király vagyok. Na mi? Az ott micsoda? Egy ital. Ezen nagyon meglepődtem. Messziről is láttam, hogy ez az lesz. Jön ebbe az épületbe. Há, goblin hangok. Más nem. Na, akkor Edgar. I found the stone tablet. Really? He must be a brave guy. And you've certainly earned your way into the camp. Jó van, kösz. Na. Akkor... Mászföl? Hát így is jó végül is. Nem pont így gondoltam. Nincs több goblin? Ez a Sanko. Sanko? Jó van. Nem is tudom, hogy kell ejteni a nevét, Sancho, vagy... nem tudom. Akkor most a Sankónak keresztellek, fiam. Na, akkor... Ja, igen. Igazából a következő részben bejutunk abba a csodálatos kis táborba. Addig is, ha esetleg kérdésetek lenne, vagy egyéb tippetek, hogy hogy játszom a játékot, akkor írjátok ide arra egy kommentet, vagy YouTube-ra egy levelet, vagy pedig az e-mail címemre egy levelet, amit a leírásban találhattok. Sziasztok!